Döntőhöz méltó hangulatban nyíregyházi kosarakkal indult a mérkőzés, de az első negyed végére felzárkóztak a vendégek, végül egypontos hazai vezetésnél mehettek az első rövid pihenőre a játékosok. A második 10 percben egy kisebb előnyt tudtak építeni a cápák, félidőben 7 ponttal vezetett a házigazda. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a szigetszentmiklósiak, sőt a negyed vége előtt a vezetést is átvette a BKG, Mazsó azonban rögtön válaszolt egy triplával, így előnnyel várhatta az árunegyedet Borisz Majkovics együttese. 3 perccel a végső dudaszó előtt még teljesen nyílt volt a mérkőzés, de a Hajdá néhány jó megmozdulásnak köszönhetően a hazaiaké volt, akik végül 11 pontos győzelemmel tettek egy újabb lépést a feljutás felé. Nagyon örülök, hogy nyerünk ez az első meccs és vezetünk szériába 1-0, de összesen meccs nagyon jó volt, és mi hiszünk végig, hogy a játékra. Muszáj mondani, hogy BKG nagyon jól játszott, és ez a nagy baton extra teljesítmény. Rajta volt is jó videkezés, bedobta minden. Erre nem tudsz mit csinálni, de jó, menjünk tovább, nyerünk, 1-0 vezetünk, úgy gondolom, hogy jó széria lesz. A 8 szerzett pont mellett 11 gólpassz kiosztó Bús Iván a szoros eredmény ellenére sem érezte úgy, hogy a vendégek megnyerhetik a meccset. Kontrolláltuk a mérkőzést, talán egyszer vezettek, amikor ott 61-60-nál vették át a vezetést, de gyorsan még Bruno egy triplával is válaszolt. Jól játszott a BKG, jól támadtak, az döntött, hogy nyilvánvalóan ők is fáradtak a végére, és volt az utolsó 2-3 percben pár nagyon jó egyéni megmozdulásunk védekezésben elsősorban. Blokkok, lepattanó labdaszerzés, és abból tudtunk 2-3 könnyű kosarat dobni, és meg tudtuk nyerni vele a mérkőzést. A két cápák 1-0-ra vezetnek az egyik fél 3 győzelméig tartó párharcban. A második meccse szerdán játszák Szigetszentmiklóson, a harmadik találkozó pedig szombaton lesz a Continental Arénában.